lesz azt gondolom egy nagyszerű lehetőség, hogy olyan embereknek a látásmódját vegyük át a dicsőítésről és Istenről, akik nagyon nagy mértékben befolyásolják az egész világot. És én már nagyon izgatott vagyok, megmondom őszintén, kicsit izgulok is, de remélem, hogy mindenkinek egy nagyon nagy áldás lesz ez a nap, ez a szeminárium, és remélem azt, hogy mindenkit építeni fog, bátorítani fog. Úgyhogy most szeretném átadni a szót az ez az a napnak a megálmodójának, László Viktornak. Köszöntsétek őt egy nagy tapsal! Sziasztok, jó reggelt! Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a kis terem megtelhetett, hogy mindenhol, minden széken ül valaki, olyan értékes ember, aki Isten számára nagyon fontos, és ha mondhatom, hangszer a kezében. Mondhatom? Sokan zenéltek, gitároztok, dalt szereztek, és tegnap, mikor találkoztam a Jesus Culture zenekar tagjaival, nagyon izgalmas volt beszélni az arénáról, a terveinkről, látásunkról, de amikor arról beszéltünk, hogy lesz ez a kis szeminárium, ahol olyan emberek gyűlnek össze, akik a zenén keresztül Isten dicsőítik, teljesen felcsillant a szemük, és azt mondták, hogy őket ez nagyon érdekli, és ez a víziójuk és elhívásuk, hogy bátorítsák a zenészeket, a dicsőítőket. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel szeretném köszönteni Chris Kalalát, Kaliforniából, Jesus Carter, Brian és Kéti Torvátot, és Martin Smith örök barátunkat, most már mondhatom, épp a Balatonról érkezett 6 gyermekével, feleségével a nyaralányból. Le is barnult, rákám. És Dave Primrose az Egyesült Királyságban egy igazi legendája a dicsőítésnek, 40 éve gitárban a kezében, hogy lesz mit mondaniuk. Átadom a szót Birka barátomnak. Legyetek áldottak, és találkozunk nem sokára a másik kis színpadon. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt vagytok ezen a helyen, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ez ezen a napon. It's a great honor for us to have you here, guys, and thank you for accepting our invitation here to This Is The Day. Egy nagy tapsot adjunk még nekik, még egyszer. Oké, a terv az az, hogy minden egyes előadó körülbelül egy 20 percet fog beszélni, és első előadónk, első vendégünk, akit szeretnék egy kicsit bemutatni, Dave Bilbro. Our plan is that each of you will speak for about 20 minutes. The first man is Dave Bilbro. We will introduce him. Okay, egy pár szót szeretnék mondani Dave-ről. Angol dicsőítés vezető, énekes, dalíró. Több mint 30 éve. So let me introduce Dave. He's been worship leader, songwriter and performer for over 30 years now. És 1971-ben tért meg. He got saved in 1971. És amikor megtért fiatalon, akkor szembesült azzal, amikor bejött a szembesült ezekkel a régi gyülekezeti zsoltárokkal. And when he got saved and was at the church, then he actually heard the hymns and the old songs. De igazából ezek úgy távol álltak tőle, ezek a dalok, nem tudott úgy azonosulni ezekkel a zsoltárokkal. But he couldn't really relate too much with these songs and the lyrics. De akkor elővette a gitárját, és elkezdett zenélni, elkezdett dicsőítő dalokat írni, és felismerte, hogy mennyire fontos a dicsőítő szolgálat a tanuljában. And that is when he began to play his guitar and sing songs and write songs for worship, and that's when he realized how important it was to praise and worship God. Úgyhogy szeretném átadni neki a szót, Dave. So Dave, please. Köszöntsétek szeretettel. Hello everyone, great to be here.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hogy vagytok? And wonderful to be here with this distinguished panel. Nagyon örülök, hogy ilyen társaságban lehetek itt a színpadon. So I'm the youngest one amongst them all. Én vagyok a legfiatalabb itt. Actually, you've got it right. I started many years ago in my journey of worship. És valójában így történt, ahogy hallottátok, sok-sok évvel ezelőtt kezdődött az én dicsőítésbeli utazásom. A journey that continues to this day. Ez egy olyan utazás, ami mind a mai napig folytatódik. You know, in our country in the United Kingdom, the idea of just bringing an acoustic guitar and back in those early days was radical. Az Egyesült Királyságban, ahonnan jövök, azokban a napokban, amiről most szó van, igen, igen radikális dolognak számított, hogy hoztam egy gitárt és kiállok. Things were changing in the climate of the culture of the church in the United Kingdom. The Holy Spirit was moving. De kezdett a klíma, az atmoszféra változni, a Szent Szellem munkálkodott. People wanted fresh, new expressions of worship. És az emberek igenis vártak arra, hogy újféle módon fejezhessék ki a dicséretüket. And I was fortunate enough to be born in such a time as that moving. És nagyon örülök és szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen időben születhettem. And songs and music began to emerge that was a new style. És így zene is és énekek kezdtek el bejönni az egyházba egyfajta új módon és stílusban. Things moved from the organist to the worship team. Az orgonás zenétől a hangsúly áthelyeződött a dicsőítő csapatokra és a dicsőítő zenére. It was okay for a while to have a few acoustic guitars and some violins. És persze egy ideig az is rendben volt, hogy néhány akusztikus gitárral meg hegedűvel ment a dolog. But then came the day when the drums appeared. De aztán megjelentek a dobok. Oh my goodness, things were unsettled, things were changing. Ó, Istenem, hát micsoda változást hozott el az. And for a while, that was great. Drums and bass, that became the thing to do. És aztán egy ideig ez is ment, és minden rendben volt, ez volt a menő dolog, a dobok. But then the decks appeared in the worship. De aztán megjelentek a DJ-k is a dicsőítés közben. Things began to change again and things were unsettled. És aztán megint felkavarodtak a dolgok és elkezdtek változni. That's why I say it's a journey of worship. És ezért beszélek én arról, hogy ez az én életutam az imádatban, és az maga a dicsőítés is egy út. That which seems radical and new to us now. És amikor megkérdezzük azt, hogy mi számít most radikálisnak, can be a challenge as things change for us in the future. És ami most esetleg még radikális lehet, hogy a jövőben nem lesz az, és újabb kihívásokkal szembesülünk. So as a songwriter I began to write songs that express my desire to trust and love God. Tehát énekíróként elkezdtem az én Isten iránti bizalmamat és vágyaimat kifejezni. The desire of the congregation as well. Valamint a gyülekezetnek a vágyát és az érzéseit kifejezni az énekekben. And over the years, that journey has continued through many cultures and backgrounds and age groups. És sok-sok év alatt ez sokféle különböző kulturális hátterű, nemű és korú ember volt jellemző. I love music and I love the language of music and what that represents. És szeretem magát a zenét, és szeretem azt a nyelvet, ahogyan a zene szól, és az, amit képvisel. But let me really start by telling you a story. És akkor most egy történettel hadd folytassam. So it was a Tuesday afternoon, a few years ago, some years ago. Néhány évvel ezelőtt, egy kedd délután. Just a normal day up in my little music studio at the top of my house. A padlástérben, a stúdiómban ültem éppen. The telephone rang. Amikor megcsörrent a telefon. A friend of mine was calling. He said, I've just been speaking with some people in Nashville. És akkor ez a barátom azt mondja, hogy épp most beszéltem néhány ismerőssel Nashville-ből. He said, they've got some songs for a project, and they want to hear your best songs, Dave. És azt mondják ezek az emberek Nashville-ből, hogy van egy zenei projektjük, és szeretnék a te legjobb dalaidat is hallani. Now this is before the downloading and all the things, so they said we need to get it on a CD, you need to get it in the post today. Ez még a letöltések ideje előtt volt, ezért fel kellett játszanunk, CD-re írni és elküldeni. Azt mondta ez az ismerősöm, hogy de még ma meg kell tenni. Suddenly I went into overdrive. És aztán átkapcsoltam
hát overdrive üzemmódban. Because I'm a songwriter and it's nice to get your songs exposed in different situations. Hiszen dalíró vagyok és örülök annak, amikor a különböző fajta helyzetekben a dalaim megjelenhetnek. So I started making a list of all the songs that I thought would be relevant. És akkor elkezdtem összeírni a szóba jöhető dalokat. Then I put them on the CD. There were 10 songs. És aztán ezeket fölmásoltam egy CD-re, 10 dalt összesen. I rushed downstairs and I got myself some packaging, a jiffy bag, a bag to put them in. Gyorsan felszaladtam az irodámba, hogy szereztem egy olyan párnázott borítékot. I looked at my watch and I thought, I've just got time to get it in the post. Ránéztem az órára és azt mondtam, ó, még éppen időben odaérek a postára. I rushed to the post office, put it in the letterbox. I was so pleased with myself, I'd done it in time. És nagyon elégedetten, hogy időben sikerült mindezt megtenni, elmentem és bedobtam a postaládába, a postai gyűjtő ládába. Triumphantly I came home and I made myself a cup of coffee to celebrate. És aztán nagy diadalittasan hazamentem, készítettem egy csésze kávét és örvendeztem, hogy sikerült. I decided on the songs, I put them on the CD, great, they were going to Nashville. Eldöntöttem, hogy mely énekek jöhettek szóba, felmásoltam a CD-re, postáztam, úton vannak Nashville-ben nagyszerű. As I poured the cup of coffee, in the corner of my eye, I spotted a CD outside of the jacket. Írom, és éppen öntöm a kávét a csészébe, amikor a periférián azt látom, hogy egy üres CD ki van véve, csak úgy ott hever. Oh my goodness. Ajra, Istenem. The packaging had been sent, but not the content. Istenem, a CD tokját elküldtem, de maga a CD itthon maradt. You see, sometimes that happens with our worship. És tudjátok, néha pontosan ugyanezt történik a dicsőítéssel is. The packaging can look great. Lehet, hogy a csomagolás gyönyörű. Very attractive. Nagyon-nagyon bizalomgerjesztő és vonzó. But the essence isn't there. De a lényeg nincs benne. Our worship truly leads us to receiving a sense of the presence of God. A dicsőítés és az imádat valójában arról kellene, hogy szóljon, hogy Isten jelenlétének az érzését átéljük. Old songs, new songs, glamorous songs, unglamorous songs, it doesn't matter. It's there to get the essence of God's heart for us. Akár régi ének, akár új ének, akár nagyon menő, vagy kevésbé menő ének, az a lényeg, és az lenne a lényeg, hogy Isten megjelenjen. We worship God for who He is and what He has done. Azért imádjuk Istent, aki ő maga, és azért, amit tett. And amazingly, it opens up a doorway for us to begin to move into the spiritual realm. És ez nyitja meg az ajtót abba, hogy belépjünk a szellemi világba. The place where heaven meets with the natural world. És ez lesz aztán az a hely, ahol végülis a mely találkozik a földi világgal. An invisible doorway opens up as we worship. És miközben imádjuk az Urat, egy láthatatlan ajtó nyílik meg. That we begin to engage with the heart of God. És azon keresztül Isten lényének a középpontjával kezdünk kommunikálni. We begin to see the presence of God. És elkezdjük azt látni, hogy Isten megjelenik. Now all through the Old Testament, God was looking for a people of worship. Az egész Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten kereste az őt imádó népet. A place, a people who where he could reveal his heart. Kereste azt a helyet, hogy hol nyilatkoztathatja ki az ő szíve szándékát. Of course he tried with Israel and then it got bared down to the Levites and then eventually the sons of Zadok. Aztán ugye próbálkozott ilyen ügyben Izrael népével, aztán ez leszűkült ez a dolog Lévi törzsére, aztán pedig igazából egyet Cádok fiaira. While others were given reward for their work, the sons of Zadok's reward was to be near to the presence of God. Mások másfajta jutalmat kaptak az ő munkájukért, de Cádok fiai igazából Isten jelenlétét kapták jutalmul. That was their inheritance. Ez volt az ő örökségük. Now move into the New Testament. Hogyha áttérünk az Új Szövetségre, because the Bible tells us that we are a kingdom of royal priests. Ugye a Biblia azt mondja, és azt olvassuk, hogy királyi papság vagyunk. In other words, it wasn't just for special people that God's presence was to be known, but all of us.
Magyarul ez azt jelenti, hogy nem valami kiválasztott embereknek van csak félretéve Isten jelenléte, hanem mindnyájunk számára. How many have we in the band in our church? Vajon hányan távoztak el a gyülekezetünkből? Is it 5, 6, 7? Vagy hányan vannak a dicsőítő csapatban? Oh, no. 5-6-7 fős a csapatunk. It's the whole congregation. Nem csak rájuk vonatkozik. The band. Mindnyájan az egész gyülekezet, aki jelen van, részt vesz a dicsőítő csapatban. People who lead from the front, people in the congregation, we are all inheritors of what God has blessed us with. Azok, akik előállnak és vezetnek bennünket a dicsőítésben, éppen annyira azok is, akik pedig részt vesznek a dicsőítésben, és lehet, hogy leghátul állnak. Mindjárt ezt örökölt. In the Old Testament, the musicians, the Levites were chosen because it says they were skillful. Az Ószövetségben azért választották a lévitákat, azt olvassuk, mert jó zenészek voltak. Now, to be skillful, we mean we understand to play well, yeah? Az, hogy vagy szakképzettek voltak, ez mit jelent? Az, hogy jól zenéltek, ugye? The word means much more than that. Viszont az a szó, ami ott szerepel, az sokkal többet jelent ennél. It means to discern, to understand. Ez azt jelenti, hogy valaki képes arra, hogy megértsen, különbséget tegyen, és megértsen valamit. So in the brief time that I have, there's three keys that I want us to look at. Ezért ebben a rövid időben, ami nekem adatot, szeretném ezt a három kulcsot veletek végigvenni. That we must understand if we are to be worshippers, that royal priesthood. Hogy mi ez a három kulcs, mit kell megértsünk ahhoz, hogy a királyi papság, királyi dicsőítő csapat lehessünk. The first key is that we are to understand God's heart towards us. Az első kulcs az az, hogy megértsük és tisztában legyünk azzal, hogy Istennek mi a szíve szándéka velünk kapcsolatban. God's grace that has been poured out freely and abundantly. Ingyen és bőségesen árasztja az ő kegyelmét ránk, és árasztotta ki. God has blessed us with all things in Christ. És Krisztusban már mindennel megajándékozott bennünket. And we don't have to plead for him to do something he's already done. És nem kell valami olyasmi miatt nyaggatni őt, amit már ő eleve megtett. We open up our hearts and our spirits and we receive all that we are. Megnyitjuk a szellemünket, megnyitjuk a szívünket, és egyszerűen egész lényünkkel fogadjuk azt, ami őtől lejön. To understand his heart towards us. Ahhoz, hogy megértsük az ő felénk való szándékát. To understand the rhythm and the flow of how that heart beats. Ahhoz, hogy az ő szívének a ritmusát és ennek a folyamatát megértsük. As musicians, it's our role to get hold of that flow. Zenészként ránk jutott az a feladat, hogy ebbe belekapcsoljunk és lássuk, hogy ez hogyan lüktet. The first time a musician is talked about, his name is Jabal. To flow. Az első zenész, akiről ilyen kontextusban szó van, az Jubál. And sometimes that will mean embracing that God is strong and mighty and powerful. És néha ez arról szólt, hogy Isten hatalmas, Isten erős és győztes. Sometimes that means embracing the flow that means there's a gentle, gentle breath of the Spirit on us. Más alkalmakkor pedig azt jelenti, hogy a Szent Szellem nagyon finom mozgására is rá tud hangolódni. And our task is to interpret that and put it into music and into words for other people to lay hold of it themselves. A feladatunk az, hogy ezt mi zenészekként és énekesekként átalakítsuk olyan zenévé, amit aztán meg tudnak ragadni az emberek és énekelve meg tudják ezt tenni. Knowing our identity as God's priesthood. Tehát Isten királyi népeként az önazonosságunkkal tisztába kell lenni, tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Secondly, második, to be culturally relevant. Kulturálisan is időszerűnek kell, relevánsnak kell lenni. You see, as I said at the beginning, what seems new can sometimes just congeal, sometimes just harden and fasten into a formula. Ahogy az elején is mondtam, ami ma még új, az lehet, hogy már a közeljövőben megmerevedik és csak merev keretté válik rendszerre. See, I wear contact lenses. Tudjátok, kontaktlencsém van. Every morning I wake up and I put the right one in. Reggelente, amikor föltelek utána, I put the left one in. Először a jobb oldalit teszem be, aztán a bal oldalit. That happens to me every day. Napról napra ez így történik reggel. This particular
put the left one on first. I must have been listening to the radio. De egy nap valószínű rádiót hallgathattam, hogy ilyen történt, mert az baloldalit tettem be először. Now I'm an Englishman. Na most angol ember vagyok. We like order and structure. Aki a rendet és a struktúrát nagyon szereti. What did I do? Mi történt ekkor? Mit tettem ezután? Instead of just putting the right one in. Ahelyett, hogy a jobb oldalit betettem volna. I took the left one out my eye. Kivettem a bal kontaktlencsét a szememből. The right one in. Betettem a jobb oldalit. Then I put the left one back in again. És aztán visszahelyeztem a bal oldalit. Why? Miért? Because I've always done it that way. Mert mindig is úgy csináltam előtte. Doesn't that happen in our church? Vajon nem történik ilyesmi a gyülekezetünkben? We have our set way of doing things, and God has a way of breaking us out of it. Vajon nem történik az meg velünk, hogy már nagyon hozzászoktunk valamihez, Isten pedig szeretne kimozdítani belőle? You see, when the Holy Spirit came in the book of Acts, amikor a Cselekedetek könyvébe azt látjuk, hogy a Szent Szellem eljött. They spoke in tongues. És nyelveken szólnak az emberek. And I'm a charismatic, I believe in the gift of tongues. Én pedig karizmatikus hívő vagyok, és hiszek a nyelveken szólás ajándékában. But you see, as they went outside and they spoke in a language that other people understood. Amikor az emberek közé mentek ezek a hívők, akkor idegen nyelven szóltak, de olyanon, amit a többiek értettek. And we're called from all different parts of the world and all different parts of the expression of the body of Christ. És a világ minden táján és Krisztus testének minden megnyilatkozásában és formájában arra vagyunk elhívva. To communicate to the people that we are called to. Hogy azokkal az emberekkel kommunikáljunk, akikhez küldettünk. In a way that they understand, in a way that is original and unique. Ráadásul olyan módon és olyan nyelvezettel, amit ők megértenek. So my challenge to you is be inspired by others. Ezért az a kihívásom számotokra ma délelőtt, hogy mások inspiráljanak benneteket. Be original to who you are. De ettől függetlenül, hogy inspirációt merítetek másokból, legyetek eredetiek. Legyél eredeti az, aki vagy valójában. And you will touch and reach people that I can't reach. És el fogsz érni olyanokat, akiket én soha nem érhetek. Let's be diverse in the way we do our worship. Legyünk sokszínűek a dicséretünkben. Let's enjoy some of these guys up here but, and be influenced by them, but make your own sound. Igen, élvezzük azt a dicsőítő zenét, amit akár itt a színpadon állók hoznak, de legyünk eredetiek, és merjük felvállalni magunkat. Make your Hungarian sound. Legyen nektek magyar hangzásotok. Our time is almost up, so I just close. Már majdnem le is járt az időm, úgyhogy hadd fejezzem be. With Paul writing to Timothy. Pál azt írja Timóteusnak. And he writes to this young disciple. Fiatal tanítványának írja. And says, there is a wide door of service open up to you. Azt mondja Pál, hogy nagy lehetőség nyílott meg előtte Timóteus a szolgálatra. For us as musicians, let's make sure that door is számunkra, a zenészek számára az a kihívás, hogy azt biztosítsuk, hogy ez egy szélesre tárt kapu legyen, és ne egy, csak egy szűkrés. Tehát győződjünk meg arról, hogy amit csinálunk, az eredeti és kreatív. Not a photocopy of a photocopy. És nem pedig egy fénymásolatnak a fénymásolata. But an expression of us as a royal priesthood moving forward in the journey. Hanem Isten királyi papságának a megnyilatkozása, miközben a dicsőítés útján lépésről lépésre előre halad. Amen. Amen. Köszönjük szépen! Köszönjük. Jó volt hallani, hogy Isten a dicsőítés szívéről beszélt. It's good to hear. Some thoughts on the heart of God and how it relates to worship. Köszönjük szépen még egyszer egy tapsot adjunk Dave-nek. Köszönjük szépen, Dave. Most pedig szeretném a színpadra kérni Les Moat, aki az Integrity Music művészeti vezetője, hogy megossza az ő gondolatait velünk. Now let me call Les Moat from Integrity Music and please share your thoughts. Yeah, love to.
Üdvözlőjük szeretettel, és egy nap please welcome him. Great to be here. We love Hungary, we love Eastern Europe, and we love what God is doing here. Nagyon jó itt lenni, szeretjük Magyarországot, szeretjük Kelet-Európát, nagyon tetszik nekünk az, amit Isten tesz, jó itt lenni ma is. In the Bible we see that Jesus blessed what he saw the Father doing. Azt látjuk, hogy Jesus blessed what he saw the Father doing. Igazából azt látjuk a Bibliában, hogy Jézus azzal hozott áldást, amit az Atyától látott, hogy ő tesz. And so we're here to bless what the Father is doing in Eastern Europe. Ezért igazából mi is áldásként szeretnénk abban szolgálni, amit Isten itt tesz Kelet-Európában. And see the sound of worship released. És szeretnénk azt látni és hallani, hogy a dicsőítő zene szabadjára bocsáttati. Your own sound. A ti saját zenétek. And your own expression. És a ti saját kifejező módotok vagy módjaitok. Yeah. In the scripture we also read about the times of the great assembly. Aztán az igében arról is olvasunk, hogy voltak bizonyos összejövetelek, amikor az Isten népe összejött és ünnepelt. When all the nation came together, all the different tribes. Meg aztán látunk olyan találkozókról is, amikor a minden nyelvből és törzsből és nemzetből eljönnek az emberek, összejönnek. And so we love this as a day. Tehát nagyon tetszik nekünk ez a nap is. Because we just see it as a great gathering of the nations. Mert ugyanezt látjuk, hogy a nemzetek összegyűlnek erre a napra. Where we all come together and the worship is extravagant. És azért jönnek össze, és amikor összejönnek, akkor pedig csodálatosan megnyilvánuló dicsőítés hangzik. So we're excited about today. Tehát nagyon nagy izgalom van bennünk a mai nappal kapcsolatban is. So good to hear Dave speak. Örültem, ahogy hallottam Dave-et. And the scripture I felt the Lord had for us today was just what Dave was saying. És igazából Dave is utalt erre az igére, ami az én szívemben is van, hogy Isten üzenete. And it's from 1 Peter 2, verses 9 and 10. Az 1 Péter 2, 9, 10. And it says, for you are a chosen people. Okay. For you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Yeah. So I just want to declare that you are the people of God. Szeretnénk azt ki nyilatkoztatni, hogy Isten népe vagytok. And you have been called to declare the praises of God. Akik arra hivattak, hogy Isten dicséretét zengjék. Once you were not a people, but now we are a people gathered together. Egykor nem ilyen nép voltunk, de most ilyen néppé lettünk, és ilyen minőségben gyűlünk össze. So let's declare the praises of God together tonight. Ezért ma este is, és ma egész nap hirdessük Isten dicséretét. And you're a special possession. You're God's special possession. Isten drága kincse vagytok, tulajdona. Yeah, he has made you to be the people of God. Ő tett benneteket Isten népévé. Praise God. Dicsőség neki. Köszönjük lesz Malának. Thank you, Les. Bátorítást a nemzetünkhöz. For the encouragement for our nation and our nations. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. It's a great honor for us. Thank you. Most pedig következik egy elég ismert, mindenki ismert itt a színpadon, de talán az egyik legnagyobb, legismertebb és többször visszajött már Magyarországra, Martin Smith, aki a Deliriusnak a frontembere volt. Now let's hear somebody who is pretty much well known. Martin Smith used to be the frontman for Delirious. 2009-ben, amikor a Delirious megszűnt, akkor utána az emberek joggal tették fel a kérdést, hogy mi történt azután.
And then in 2009, when Delirious broke up, then people kept asking, what's next? Or what's now? Most? What is Martin doing now? És nagyszerű volt azt olvasni, hallani, hogy elkezdett egy gyülekezetbe szolgálni, és az ottani fiatalokból egy új movementet, egy új dolgot, egy új projektet kezdett létrehozni. And it was great to hear and to read that he started a movement in a church with young people, and he started to deal with young people in that particular church. Remélem, hogy jók az információ. Hopefully I'm right. Okay, akkor nem. Szóval szeretném, hogyha szeretettel fogadnád most Martin. So please welcome Martin Smith. Hi everybody. Sziasztok. Wow, it's so amazing to be here. Nagyon csodálatos itt lenni. I think this is probably maybe fourth or fifth time in Budapest. Talán negyedszer vagy ötödször jövök vissza Budapestre. And I love Victor. Szeretem Viktor. He's become a great friend. Nagyon jó barátok lettünk. And I see the guys from Slovakia here. Aztán látom itt a szlovák srácokat. Álljatok fel és jön. Ő a barátom, Brian Johnson testvére igazán. From another mother. Egy másik anyától. Hey, it's even more exciting this time because for the first time I get to bring my family. És most még izgalmasabb számomra ez az alkalom azért, mert először a családom is velem van. They're not gonna like us, but we need to get them on. Nem fog nekik tetszeni, de muszáj, hogy felálljanak. Hol vagy te? Amerikai újságban jelent meg. And my friend Tim Hughes sent me this. Tim barátom küldte. He was very sad when he sent it to me. És nagyon szomorúan küldte el a cikket. It says there are several reasons for opposing new church music. Azt mondja a cikk, hogy több oka is van annak, hogy az újfajta egyházzenné ellen vagyunk. One, it's too new. Az egyik az, hogy túl új. Two, it's often worldly, even blasphemous. Második az, hogy sokszor világi, akár még Isten káromló is.
the new Christian music is not as pleasant as the more established style. A új keresztény zene nem annyira jó, mint ami már régi és megalapozott. Because there are so many songs you can't learn them all. Annyi sok ének van, hogy meg se tudjuk tanulni az összeset, írja a cikk. It puts too much emphasis on instrumental music rather than godly lyrics. Túl nagy hangsúlyt helyez a zenére, az instrumentális zenére, a szöveg és az Isten szerint való szöveg helyett beszél. This new music creates disturbances. De az új zene felkavaró, making people act indecently and disorderly. És arra készteti az embereket, hogy a rendet elhagyva rendetlenül viselkedjenek. The older generation got along without it. Az mai idősebb nemzedék jól megvolt enélkül a múltban. It's a money-making scene. Ez igazából egy pénzgyár. And some of these new music upstarts are lewd and loose. És immoral. És igazából rebellious. Some of the new music. Az új zene egy része, vagy a zenét képviselők egy része pedig erkölcsileg is megkérdőjelezhető. So anyway, this article from this newspaper. Tehát itt van ez a cikk egy újságból. Was written in 1723. 1723-ban született. It was written attacking Isaac Watts. Igazán Isaac Watts támadás volt. Who wrote the hymn "When I Survey the Wondrous Cross"? Aki az egyik legnagyobb egyházi éneket írta. So there we go. As Dave was saying, you know, the problems and the issues are the same. Tehát ahogy Dave is említette, igazából a probléma ismét és ismét visszatér. You know, whatever generation comes along. Bármilyen nemzedék is éppen a soros. We have the same joy and challenges. Ugyanazok a típusú örömeink és ugyanazok a típusú kihívásaink vannak. But it's the same God, isn't it? De Isten ugyanaz, nem? The Holy Spirit didn't die with the previous generation. A Szent Szellem nem halt meg az előző nemzedéknél. That the Holy Spirit is alive. Hanem ő igenis él. And I love coming to this country. Szeretek ide jönni ebbe az országba. Bono from U2. You know Bono, he had a U2? Yeah. He said, sorry. He said, great music comes out of cities where a river flows through it. Igazából Bono, a YouTube Bonója azt nyilatkozta, hogy onnan, azokból a városokból jön fantasztikus zene, ahol egy folyó keresztül folyik. And there's a great river that runs through Budapest, right? És Budapesten is keresztül folyik egy folyó, ugye? And the river brings a sound. És a folyammal együtt zaj és zene jön. And Dave was right that you've got to find that sound for your country. És igaza volt Dave-nek abban is, hogy meg kell, hogy találjátok a ti saját zeneiségeteket. I mean, I love Hillsong. Szeretem a Hillsongot. In our church we do lots of Hillsong songs. Gyülekezetünkben sok Hillsong-dal éneklünk. We do lots of Jesus Culture songs. Sok Jesus Culture dalt éneklünk. And Bethel. Meg Bethel-es. Amazing movements that God has blessed. Csodálatos olyan mozgalmak, amelyekre Isten kiárasztotta az áldását. But your own people need your songs. De a te népednek, akik ott vannak a te gyülekezetedben, a te és az ő dalaidra van szükségük. And don't be wound by what is happening in America. Ezért ne az taglózzon le, vagy ne az nyűgözzön le, ami Amerikában történik. And the UK. Vagy akár Angliában. But be confident in who you are. Legyél magabiztos, és legyen egy egészséges önbizalmad arról, hogy kicsoda vagy te. When we were just this morning we went into the arena. Délelőtt, vagy most reggel bementünk az arénába. And one of the bands were sound checking for tonight. És az egyik csapat éppen beállt estére. And you know everybody like seven singers lined up from. És hét énekes felsorakozott elő. And I just started crying. Elkezdtem sírni. You know because there's an anointing.
on what you guys have for this country. Azért, mert kenet van azon, amit ti magatok a saját népeteknek tartogattok. There was an amazing little boy in the Old Testament. Az Ószövetségben volt egy fantasztikus kisgyerek. His name was David. Dávidnak hívták. The most famous worshipper in the Bible. A Biblia leghíresebb dicsőítője. And in 1 Samuel chapter 15. És az 1 Samuel 15-ben it talks about how the king of Israel, Saul. Arról olvasunk, hogy Saul, Izrael királya, he was depressed, he was sick. Depresszióba esett. And it talks about how he calls for someone to come and play to him. És a király magához hívott valakit, aki zenélni neki. And I love that story. Nagyon tetszik ez a történet. Because it shows me that God is a music fan. Azért, mert ez bebizonyítja azt, hogy Isten igazi zenepárti, zenerajongó. Sometimes when I feel a bit low and I feel that, you know, music, God's not going to use music. És amikor én is úgy érzem, hogy hát, most nem érzem olyan jól magam, nem mennek úgy a dolgok. I can read that story and just see that God is using music every day. És úgy gondolom, hogy hát lehet, hogy Isten az én zenémet nem is akarja használni, akkor visszaolvasom ezt a történetet, hogy Isten szereti és használja a zenét. To lift people's depression. Hogy kiemelje az embereket a depresszióból. To heal people that are sick. Hogy meggyógyítsa az embereket, ha betegek. To deliver people of demonic things. Hogyha démonizáltak, akkor megszabadítsa őket. To give people hope. Hogy reménységet adjon a szívükbe. And we are the creative people alive in Hungary right now. És jelenleg itt Magyarországon mi vagyunk azok a kreatívak, akik még élnek. Did you know that there is nobody alive in Hungary right now but you guys? Tudjátok azt, hogy ti vagytok azok, akik éltek, akik már meghaltak, azok már nem élnek. You're the ones that are going to carry this sound of hope for this country. Tudjátok, hogy ti vagytok azok, akik a reménységnek ezt a dalát és zenéjét ti viszitek tovább. And I love this story because the king, he didn't call a preacher. Nagyon tetszik a történet, mert a király nem igehirdetőt hívott. He didn't call a politician. Semmiképpen nem politikust hívott. He didn't call the head of Apple. Apple igazgatóját sem hívta. Or an influential businessman. Vagy egy valaki más befolyásos üzletember. He called this little boy with a guitar in his hand. Hanem egy kisfiút hívott egy szál gitárral. And he said, is there somebody out there that will play the harp? És azt mondta, hogy van-e valaki, aki hárfázna nekem? Is there somebody out there that can come and play to me? Van-e valaki, aki játszana nekem? Now, do you guys know anybody that's depressed or miserable? Ismertek-e vajon olyat, aki depressziós, vagy aki egyszerűen csak rossz faszban van? I would imagine that you do. Valószínűsítem, hogy igen. And so that story that was written, I don't know, 3-4,000 years ago. És ezért ez a történet, ami körülbelül 3000 évvel ezelőtt született, is relevant for today. Ez még ma is időszerű. That God is using creativity. Isten felhasználja a kreativitást, music, art, a zenét, a művész, egyéb művészeti ágakat, poetry, a versírás, heavy metal music, a heavy metal zenét, rap, a rappet, whatever it is that is in your heart, az, ami a szívedben van, whatever that gift that God has given you, bármilyen ajándékot is kaptál Istentől, to make movies, hogy lehet, hogy filmet készíts, to write pop songs, vagy lehet, hogy pop dalokat szerez, God has given you a gift, Isten just for you, egy külön ajándékot, egyedi ajándékot szánt neked, and it's unique to you, egyedi és egyszerű. You know, if you give that gift back to God, ha visszaadod az ajándékot neki, he's going to do extraordinary things. És hogyha odaszállod ezt az ajándékot neki, akkor hihetetlen dolgokat és különleges dolgokat fog tenni rajta keresztül. So as that river runs through Budapest, tehát ahogy ez a folyó keresztül áramlik Budapesten, keresztül folyik, you know, it says that, you know, the river runs from the very throne of God. Bibliában azt olvassuk, hogy van egy folyó, amely az Isten trónusától jön. And it brings life and blessing.
életet és áldást hoz. So let your gift explode. Hadd robbadjon fel benned ez az ajándék, ami ott van. Whatever happens, bármi is történjék, make church the most exciting place that anybody could go to in Hungary. Legyen a gyülekezet az a hely, ami a legizgalmasabb hely, amit bárki találhat itt Magyarországon. Make it exciting. Tegyed izgalmassá. God hates boring. Isten utálja az unalmat. And so feel free to come alive. Ezért legyél szabad, és legyél szabad arra, hogy életre kelj. Hey, before I hand back over, can we just pray for people? Is that okay? Mielőtt visszaadom a mikrofont, imádkozhatunk néhány emberre? Anybody that knows that you've been called to serve God with creativity, why don't you just stand up? Hogyha úgy vagy itt, hogy tudod a szívedben, hogy Isten arra hívott el, hogy kreativitással szolgáljad őt, akkor kérlek, álljál fel. This can be inside the church. Ez a kreativitás megnyilvánulhat a gyülekezeten belül, outside the church, vagy a gyülekezet falain kívül. I don't think God has any rules. Úgy gondolom, hogy Isten nem köti az ebet a karóhoz. Okay, great. Well, let's lift our hands out. Emeljük fel a kezünket. And Holy Spirit, for the sake of Hungary, Szent Szellem, Magyarország javára, would you come upon these people? Kérlek, hogy szállj le ezekre az emberekre. And right now we just pray for new songs to come. Uram, azért imádkozunk, hogy most ezekben a pillanatokban új dalok szülessenek meg. And Slovakia too. Szlovákiában. Hungary, Romania. Romániában. All the countries around here. Az összes környező országban. We just pray for an outpouring of the Spirit here. Imádkozunk azért, hogy a te Szent Szellemet ki tudjon áradni. Hear the Holy Spirit saying, "Be wild." Úgy hallom, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy legyél vad. The creative people are wild. A kreatív emberek igenis vadak. That God created you to be wild. Isten teremtett téged azzá, hogy vad legyél. And you know, wildness is holiness. És tudjátok, a vadságban is lehet szentség. It's not rebellious. Nem lázadó. But just let God. You become the person that God made you to be. Csak egyszerűen engedd meg Istennek, hogy ő formáljon azzá, akivé ő teremtett. Így, ahogy halljuk a harangot. This is your time. És ahogy ezt napról napra halljuk, ugyanolyan módon eljön a te időd. Don't miss the train. Ne késd le a vonatot. Köszönöm, hogy Mark Bingsnisnek. Thank you, Mark. Köszönöm, hogy a bátori kárt az inspiráció. Thank you for encouragement and inspiration. Most pedig szeretnénk megkérni a Jesus Culture-nek a tagjait, hogy pár szóval beszéljenek ők is. Now we'd like to ask Jesus Culture to come up and say a few words. Szeretném bemutatni Brian, Katie és Chris a Jesus Culture-ba. Brian, Katie and Chris, do you? Örülünk, hogy itt vagytok. We are happy for you that you are here. Okay. Hi. Hi. Sziasztok. Sziasztok.
Yeah, I can do that. This is my wife, Katie. A fellowship of Katie. Hi. Sziasztok. She doesn't like preaching. Ő igazából nem nagyon szeret prédikálni. But she's really good at answering questions. Viszont nagyon jó válaszokat tud a kérdésekre adni. So she's gonna say a few things in a bit. Tehát majd egy kicsit később fog néhány dolgot elmondani. Let me first say how beautiful the city is. Először is hadd mondjam el, hogy gyönyörű ez a város. First time. Először vagyok itt. Shopping. She likes shopping. Vásárolunk. Feleségem szeret vásárolni. But I guess what I wanted to do just a few minutes is share a little bit of our story. Viszont néhány percben igazából arra gondoltam, hogy a történetünket szeretném elmondani. It has a lot to do with what Dave and Martin were talking about. Sok összefüggés van a történetünkben azzal kapcsolatban, amit Dave is, vagy Martin is már elmondott. It's about finding my identity in Christ. Ez pedig az, hogy találjam meg azt, hogy kicsodává teremtett engem Isten Krisztusban. When I was little, I wanted to be an athlete. Kiskoromban sportoló szerettem volna lenni. Do I look like an athlete? Sportoló testalkatnak nézek ki? As my wife says, God gave me the body of a poet. Igazából a feleségem azt szokta mondani, hogy Isten költő testet adott nekem. Igen, köszönöm. But I love sports. De igenis, mindig is szerettem a sportot. But I always loved worship. És mindig is szerettem az Isten dicséretét. I didn't start writing worship songs until maybe 8 years ago. Körülbelül 8 évvel ezelőtt kezdtem el dalokat írni. But when I was a teenager, I tried to write songs for girls. De előtte 10 évesként lányoknak írtam dalokat. After a long time of practice, it finally worked. És aztán sok-sok év gyakorlás után végül csak működött a dolog. Yeah, that But I spent a lot of time in my room singing to Jesus on my own. De sok időt töltöttem ott egyedül a szobámban, és Jézusnak énekeltem. I would play 2 chords over and over and just sing, make up my own songs to Jesus. 2 akkordot játszottam folyamatosan, hosszú ideig, és egyszerűen ami a szívemben volt, azt énekeltem el Istennek. And I began to, over time, realize that God wouldn't, that the God of the universe would meet me where I was at in my room. Aztán idővel rájöttem arra, hogy a világ mindenség Istene hajlandó arra, hogy lejöjjön és ott az én szobámban találkozik velem. There was no big stage, no crowd of people. Nem volt nagy színpad, nem volt nagy tömeg. It was just me. In a room with a guitar and a voice. Hanem csak én egyedül ott a szobámban egy gitár és Isten. And one day my youth pastor saw that on my life and gave me a bunch of delirious songs and said, "You're leading worship in 3 months." És aztán az ifjúsági pásztorom ezt felfedezte bennem, és akkor kaptam tőle néhány delirious dalt, és azt mondta, jó, akkor 3 hónap múlva ezekkel a dalokkal te vezeted a dicsőítést. And I began this journey of, like all creative people, wrestling with this idea of performance and worship. És ekkor kezdtem el küszködni, ahogyan általában a kreatívok küszködni szoktak, hogy akkor most mennyire előadás a dicsőítés. And, but how many know worship has nothing to do with us? Hányan tudjátok azt itt, akik itt vagytok, hogy a dicsőítés nem rólunk szól. It has everything to do with Jesus. Hanem minden Jézussal kapcsolatos benne. And over time, realizing again and again, just like in that room. És idővel ismét és ismét ezt tudatosítani, ahogy ott tettem abban a szobában.
because of what Jesus did for us on the cross and through resurrection. Mégpedig azt, hogy azért, amit Jézus a kereszten tett és a feltámadásban tett. It wasn't about me being on a stage singing, but it was about where my heart was at, just to worship in every moment possible. Igazából nem arról szól a dolog, hogy egy színpadon állok és úgy dicsőítem el Istent, hanem arról, hogy minden egyes lehetséges pillanatot megragadok-e arra, hogy imádjam őt. And the more I began to discover God's goodness, His kindness and His love for me. És minél inkább elkezdtem felfedezni, hogy Isten mennyire jó, mennyire kedves és mennyire szeretetteljes felém. The easier and easier became to just give everything up and worship Him. Annál könnyebb lett nekem, hogy egyszerűen mindent feladjak és őt imádjam. So I don't want to go long. Nem szeretnék hosszú lenni. But I really want to encourage you to find that secret place. De arra bátorítalak téged, hogy találd meg ezt a titkos elrejtett helyet. For me, a lot of the times it was my room or going for walks. Számomra ez a saját szobám volt, vagy pedig elmentem, sétáltam nagyok. I put on the Gladiator soundtrack in my headphones. Aztán a Gladiator zenét betettem. And I would just sing my own words to Jesus. És egyszerűen saját szavaimon dicsértem az Urat. But I would start every time by asking God a question. De minden egyes alkalommal, amikor ezt tettem, Isten, úgy kezdtem, hogy feltettem Istennek egy kérdést. And I would simply say, God, what are you saying right now? What are you thinking about right now? És azt kérdeztem Istentől, Istenem, mit látsz? Mi foglalkoztat téged? Milyen gondolat most? And I would hear that still small voice of God deep in my spirit. És mélyen ott belül a szellememben hallottam Istennek azt a halk szavát. And I would hear him say, Brian, I love you. És ez pedig az volt, hogy Brian, én szeretlek téged. I just love you. Egyszerűen szeretlek. And every time, every walk, it would start with the same thing. És minden egyes alkalommal, minden egyes sétámon ugyanígy kezdődött. And it's something I will never forget. És van valami, amit soha nem fogok elfelejteni. It's not about what I can do or what I could say or where I could go. És ez nem arról szól, hogy mit tudok én tenni, hogy mit tudok én mondani, vagy hogy hova jutok én el. But it's the simple fact that I'm loved. Hanem ez az egyszerű tény, amit átélek, hogy Isten szeret. And I want everything I do to come from that simple place of knowing that I'm loved. És szeretném, hogyha bármit is teszek ezen a földön, minden abból annak a folyománya lenne, hogy tényként tisztában vagyok vele, hogy Isten szeret. Knowing that there's nothing I could do or say to make God love me more or less. Abból, hogy tudom, hogy nem tehetek semmit, ami miatt Isten engem jobban vagy kevésbé szeretne. And when we can worship, lead worship or worship from that place. És amikor ebből a kiinduló helyzetből tudjuk az Istent imádni, vagy az imádókat ebben vezetni, our songs will change nations. Akkor a dalaink egész nemzeteket változtathatnak meg. That worship shifts atmospheres over cities and regions. Akkor ezek a dalok megváltoztatják az egész város feletti, vagy az egész terület feletti légkört. From your own little room singing out songs to Jesus. Kezdve ott a kis szobában, amikor egyszerűen csak dal énekelsz Jézusnak. To moments like we'll have tonight as we all join together. És lehet, hogy olyan pillanatokban végződnek, mint ami majd ma este lesz, hogy mindjárt együtt imádjuk az Urat. And we get to welcome God to invade the city. És meghívjuk Istent, és várjuk, hogy ő pedig megtámadja, hogy letámadja ezt a várost. Thank you so much for having us. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk köztetek. Wow, that's great. Tough to follow all these amazing, but if I could just add to some of it. It is good to be here at This Is The Day. Nagyszerű, nagyon örülök, köszönöm. Ilyen nagyszerű üzenetek után beszélni, hát próbálok én is valamit hozzáadni, de nagyon jó itt lenni az ezen a napon. Or as we would translate it in America,
easy as a nap. Vagy ahogy Amerikában mondanánk, easy as a nap, tehát olyan egyszerű, mint egy délutáni szúnyókának. This is Bob. Thank you for translating. Köszönjük a tolmácsot. He told me not to use any sports stories. Megkért maga arra, hogy semmilyen sportillusztrációt ne használjak, baseball például. Lost in translation. Mert akkor elnéz a üzenet. But I have a body of a poet as well. So. De nekem is költőtestet adott az Úr. For me, the journey of worship started when I was a young boy. Nekem is akkor kezdődött az imádattal kapcsolatos utam, amikor még egy fiatal srác voltam. I grew up in the church my whole life. Egész életemben gyülekezetbe jártam, vagy vittek. But it wasn't until worship, I encountered God in worship when I was about 14. Körülbelül 14 éves lehettem, amikor először találkoztam Istennel imádatban. Through music, like Martin's music or the Vineyard movement. Martin zenéje kapcsán, vagy a Vineyard mozgalom zenéje kapcsán. And I remember finding a guitar that my mom had. It was in her closet. És emlékszem, hogy egy anyukám szekrényében találtam egy gitár. And I pulled it out. I didn't know how to tune it. Kivettem, még azt sem tudtam, hogy kell felhangolni. And I found this Vineyard chart for a song called Arms of Love. És megtaláltam az Arms of Love nevű dalnak az akkordos kottáját. And I began to teach myself how to play this song. És elkezdtem megtanulni, hogy na akkor hogy is játsszuk ezt a dalt. And I would just play it in my room, like Brian was talking about, encountering God's love. És ott én is a szobámban, ahogy Brian is ezt elmondta, átéltem Isten szeretetét. Until I remember one night waking up in the middle of the night. Aztán emlékszem, hogy egyszer éjszaka közepén felébredtem. And my younger sister, who was probably 9 at the time. A húgom, aki akkor olyan 9 éves lehetett. She came and she was sitting on my bed crying. Ott bejött a szobámba, ott ült az ágyamon és sírt. And what she told me was that my dad had run out of the house. És azt mondta, hogy apu kiszaladt éppen a házból. To go buy alcohol. Hogy elment italért. What I didn't know was that my father was an alcoholic. Én nem tudtam akkor, hogy az apukám alkoholista. And she had found out. Ő viszont megtudta. And she didn't know what it was. Igazából ő se tudta, hogy mi ez az egész. She just knew that something was wrong. Csak azt érezte, hogy valami nem stimmel. And so when my dad came home, by that point we were all out in the living room. Akkor amikor apukám visszajött, addigra már mindnyáján ott voltunk a nappaliban. And I remember my dad feeling so much guilt and shame. És emlékszem, hogy apukám annyira bűntudat gyötörte és annyira betöltötte a szégyenérzést. That he felt he had to hide something from us. Hogy úgy érezte, hogy valamit titkolnia kell és valamit rejtegetnie. And long story short, I remember pulling out my guitar at 14. Röviden úgy foglalhatom össze az ott történteket, hogy elővettem 14 évesen a gitáromat. And I began to play this one song, the only song I knew, Arms of Love. És ezt a dalt, amit megtanultam, és ez az egyedül dal, amit ismertem, elkezdtem énekelni. And I'm sure it probably sounded terrible. És valószínű elég szörnyen hangozhatott. But I remember my dad just beginning to weep. De emlékszem, hogy apukám elkezdett sírni. As God began to reveal his love to me. Ahogy Isten elkezdte az ő szerelmét kinyilatkoztatni neki. My dad grew up without a father. Apám apa nélkül nőtt fel. He raised himself on the streets of San Francisco. San Francisco utcáin nőtt fel. It got so bad, I remember the cops. My dad would tell me the cops actually told him that they were going to kill him. És annyira elfajult a helyzet, hogy a rendőrök megmondták szemtől szemben neki, hogy egy nap megölik. So here's my dad, who loved us very well. És akkor itt van az apám, aki nagyon szeretett bennünket. But had never been shown love by a father. De neki nem volt apja, aki az ő szeretetét felé kimutathatta volna. As I was singing this song, he began to feel God's love, the true love of a father. Amikor ezt az éneket énekeltem, akkor elkezdte megtapasztalni az apám az igazi szeretetet, Isten szeretetét. And in that moment he began to be set free. És aztán, ahogy telt az idő, az ének közben elkezdett megszabadulni. It was a process. Egy folyamat volt ez. But I remember again, I was at a youth camp, and at this youth camp, I encountered God's love in the same way.
És emlékszem arra, hogy később pedig egy ifjúsági táborban én találkoztam Isten szerelmével ilyen módon. In the morning, one of the youth leaders said, if you could ask God for anything, what would you ask for? Délelőtt az egyik ifjúsági pásztor azt kérdezte, hogy ha bármit kérhetnél Istentől, akkor mit kérnél tőle? And I said, I want freedom in worship. Akkor azt mondtam, az én válaszom az, hogy szabadságot a dicsőítés. So that night as the band began to play worship, I remember lifting my hands. És akkor aznap este, amikor a dicsőítő csapat elkezdett zenélni, emlékszem, fölemeltem a kezemet. Which may have been the first time that I remember actually doing that. Ami szerintem először volt, azelőtt soha nem tettem ilyet. And as I took that step, ahogy megtettem ezt a lépést, that felt uncomfortable for me to lift my hands amongst my friends. Ami itt a baráti körömben nekem kényelmetlen volt, hogy egy ilyet tegyek, hogy felemelt kézzel dicsőítsem az Urat. I felt God's love, I felt His presence so strong. Akkor nagyon erőteljesen elkezdtem Isten szeretetét és Isten jelenlétét érezni. Felt like power, like electricity through my body. Ez olyan volt, mint valamiféle elektromos áram átment volna a testemen. It was in that moment that I knew I wanted to give my life to worship. És abban a pillanatban tudtam, hogy az életemet szeretném az Isten imádatára odaszánni. Because I knew when I worshiped that something happened, the atmosphere around me changed. Mert tudtam azt, hogy amikor dicsérem az Urat, amikor őt imádom, akkor körülöttem valahogyan megváltozik a levegő. Even at that same camp, I remember my dad was cooking in the kitchen. Ugyanebben az ifjúsági táborban az apám a konyhában főzött. And we were singing Arms of Love again. És ismét csak énekeltük ezt a dalt, az Arms of Love-ot. And I could still picture it. He came out in the kitchen and he knelt on the ground. És mind a mai napig a szemem előtt van, ahogy megláttam őt, hogy ott térdel a konyhában. And again he began to weep. És sír. With his hands up. Csak kezeit fölemelni. As he felt God's love just wash over him. Miközben érzi, hogy Isten szeretete átmegy át. Tehát amikor Isten imádjuk, akkor megváltozik a légkör. I'm reminded of a scripture when Paul and Silas were in prison. Emlékeztetlek benneteket arra az igére, amikor Pál és Silas ott vannak a börtönben. They were in chains, they were behind prison doors. Láncra verve, ott vannak zárt cellában. And unaffected, seemingly by their circumstances, they began to worship. És úgy tűnik, hogy semmi hatással a körülményük nincs rájuk, mert elkezdik dicsérni és imádni az Urat. And the scripture says at the 12th hour, or the midnight hour, és azt olvasott az igében, hogy éjfélkor pedig, when they were worshiping, there was an earthquake. Amikor az Urat imádták, akkor megrendült a föld. And their chains fell off and their prison doors were open. Lehullottak a láncok, és kinyílt a cella ajtó. But it wasn't just their chains, it wasn't just their prison doors. Nem csak a saját láncaik hullottak le, és nem csak a saját celláiknak az ajtaja nyílt ki. All of the prisoners that were in there with them, their chains were loose, their prison doors were open. Hanem valamennyi fogolyé, aki ott volt láncra verve abban a börtönben, mindjárt lehullott. And that's what happens when we worship. És ez történik akkor, amikor Istent imádjuk. It's for us. Számunkra is van ez. He shows up when we give him everything. Igazából megjelenik Isten és bemutatja magát így, amikor mindent odaadunk neki. But it doesn't just stay there. De nem marad ott, nem marad ennyiben. It's for our families. Hanem a családunknak is szól. It was for my dad. Nekem az apámnak is szól. It's for our schools. Az iskolánknak is szól. It's for our cities, it's for our nations. A városainknak és az egész nemzetünknek szól. Again, it's such an honor to be here. Ismét hadd mondjam, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk. And I know that tonight, as we lift up our song, as you lift up your voice. És tudom azt, hogy ma este, ahogy felemeljük az énekeinket, ti felemeltek a hangotokat, that even you will be set free in ways that you haven't maybe walked in. Akkor ti is megtapasztalhattok olyan szabadulásokat, vagy olyan szabadságot, amit még talán soha. That maybe things that have been holding you back, will be released. Mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyet visszahúztak, vagy visszatartottak a múltban, és lehet, hogy ezektől felszabadulsz. But it won't just stop there. It'll affect this city, it'll affect this nation. De nem áll meg ott, hanem hatással lesz a városra, és hatással lesz az országra. So I just want to encourage you, as we worship tonight, just give God everything. Ezért erre bátorítalak téged, hogy ma este, vagy ma délután és este, amikor az Isten imádjuk, akkor adj oda neki mindent. I just had this picture. We were out looking at the beautiful city last night. És a következő képet éreztem úgy, vagy ez jelent meg előttem. Tegnap este itt voltunk a csodálatos városotokban. And I was enjoying it so much, I felt like I couldn't take it all in. És
annyira élveztem, amit látok, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok ennyi szépséget befogadni. And I felt a little bit frustrated because I was trying to take pictures and videos to send to my wife. Egy kicsit frusztrált a dolog, mert próbáltam képeket készíteni, próbáltam videót rögzíteni, hogy a feleségemnek elküldjem. It felt like it wasn't doing it justice. És igazából azt láttam, hogy hát ezek a képek nem adják vissza. And as David and Martin and Les were speaking, I was just reminded that when we worship, hogy Dave, Martin és Les is beszéltek erről az imádatban. And as us as leaders, worship leaders, we are called to not just show people a picture. Imádatban különösen dicsőítés vezetőként nem arra hivattunk el, hogy az embereknek képeket mutogassunk. But when we worship, we're opening the door to heaven, to the throne. Hanem amikor Istent imádjuk, a dicsőítés vezetőként megnyitjuk a többiek előtt a menny ajtaját. Because the same God that we've encountered, the same God that we've encountered, He wants to encounter you. He wants to encounter our families. Ugyanaz az Isten, akivel mi találkoztunk, ugyanaz is, az az Isten a családjainkkal és a társainkkal is találkozni szeretne. So as we worship, let's just worship with that in mind. Dicséret és imádat közben jusson ez eszünkbe, és ne felejtsük el. That we're not just showing him a picture or telling him, we're actually opening the door, opening the gates, that we can go into the throne room of heaven. Nem csak képeket mutatunk egymásnak, hanem megnyitjuk a menny ajtaját, a menny kapuját, hogy megnyíljon a közvetlenül. Where we can all encounter His goodness, His love and His mercy. Ahol mindnyájan találkozhatunk az ő szerelmével, szeretetével, kegyelmével, irgalmával. Köszönöm. Questions. Köszönöm szépen. Köszönjük, Krisznek. Köszönjük, Krisz. Köszönjük, hogy megosztottátok a szíveteket a dicsőítéssel, az életetekből. Thank you for sharing your hearts about your lives and about worship. Tudjátok, miközben hallgattam őket, az volt bennem, hogy egy közös van mindannyiukba. You know, while I was listening to you guys, I thought that there's one thing in common in all of you. Egyikük sem akart nagy lenni. None of you wanted to be big. De Isten látta az alázatos szívüket. But God saw your humble hearts. És felemelte őket, és használt egy hatalmas módon, és használja ma is. Lifted you guys up, and have used you, and is using you in a mighty way. Köszönjük szépen. És most pedig pár kérdést fogunk feltenni számotokra, amit a jelentkezők tettek fel online módon, onlineban. So thank you once again. Now we will have some questions. These questions have been submitted online by the participants. Amelyikőtök szeretne válaszolni a kérdésekre, nyugodtan ragadjátok magatokhoz a mikrofon. Whoever wants to give the answer, please take the mic and go forward. Jött egy ilyen kérdés, hogy hogyan vonjam be a gyülekezetet a dicsőítésbe, főleg amikor passzivistást látok rajtuk. One question is like this: how to involve the church in praise and worship, especially when they seem to be passive? First of all, I would say passion is contagious. Először is hadd mondjam azt, hogy a szenvedély ragályos. And we're called to be an example of that. És hadd mondjam azt, hogy arra hivattunk el, hogy példaként mutassunk fel. I would say, you use the word thermostat. Thermostat. We're called to be thermostats. We're supposed to set the temperature and not thermometers, just gauge the temperature. Igazából az elhívásunk nem az, hogy hőmérők legyünk, hanem az, hogy termosztátok. Ne csak mutassuk, hogy milyen a hőfok, hanem mi határozzuk meg, hogy milyen a hőfok. But I will say this, don't be discouraged by the outward expression or lack of outward expression. De azt is hadd mondjam, hogy, és bátorítsalak benneteket, hogy ne befolyásoljon benneteket a külső megnyilvánulás, vagy annak a hiánya. We get the privilege of leading
conferences and events like this where people are just ready to give everything in worship. Az a megtiszteltetésért bennünket, hogy sokféle konferencián, meg mindenféle helyen dicsőíthetjük és vezethetünk dicsőítést, és azt látjuk, hogy olyan helyeken is, ahol az emberek nagyon szenvedélyesek. But I remember leading worship in our home church, which is brand new, about a year and a half old. De emlékszem arra is, hogy az új saját gyülekezetünkben, ami körülbelül másfél éves, ott vezettük egyszer a dicsőítést. And about 3 months in, it was the first time I hadn't led worship, I was actually in the congregation. És körülbelül 3 hónap telt el, amikor egyszer nem fönt voltam a színpadon, hanem lent a gyülekezettel. And I remember looking around and I saw a dad kind of coax his young teenage kids to come up front during worship, and it felt a bit awkward. I remember seeing a dad kind of ask his teenage kids to come up front during worship. És akkor láttam, és első alkalommal volt ez a 3 hónap után, hogy ott lent voltam, láttam, ahogy egy apuka előre hívja a gyerekeit, ilyen tínédzser korú gyerekeket, hogy jöjjenek előre, és ott dicsérjék az Urat. And what felt would feel easy and natural for me to go up front and lift my hands in worship seemed very uncomfortable for these kids. És ami számomra akkor már semmi gondot nem okozott, hogy előre menjek, felemeljem a kezemet, így imádjam az Urat. Ezeknek a srácoknak nagyon nehezen ment, és látszott rajtuk. But I instantly felt convicted. De azonnal bűnbánatot éreztem. I felt the Holy Spirit say, don't judge other people's freedom by what you consider freedom. És akkor azt mondta a Szent Szellem, hogy soha ne ítéld meg mások szabadságát azáltal, hogy te mit tartasz szabadságnak. Because what once was uncomfortable or an inconvenience for me to lift up my hands is no longer that. It's easy. Azért, mert ami régen nekem is kényelmetlen volt és nehezen ment, hogy felemeljem a kezemet és úgy imádjam az Urat, az most már könnyen megy. But for some of you, some people coming to our churches on Sunday, some coming tonight, for them to even be in the room might be a huge step. De az is lehet, hogy akár a gyülekezetetekben, akár a ma esti résztvevők, vagy ma délutáni résztvevők körében lesznek itt olyanok, akiknek már az is hatalmas lépés, hogy csak jelen vannak egy ilyen rendezvényen. All that to say, as worship leaders, let's not get discouraged by the outward expression. Tehát hadd mondjam azt a dicsőítés vezetőknek, ne bátortalanítson el a külső megnyilatkozás. We're called to bring our best. Arra hivatunk el, hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. And just trust that when we give our best, that God's showing up and He's touching people's hearts. És bízunk Istenben, és bízunk abban, hogy ő, amikor mi a legjavát nyújtjuk, amit tudunk, akkor ő megérinti az emberek szívét. Én is hadd mondjak valamit. Someone once said to me that you can't underestimate, don't overestimate what you can do in 1 year. Valaki egyszer azt mondta, hogy általában túlértékeled azt, hogy egy év alatt mennyi mindent tudsz elvégezni. And don't underestimate what you can do in 5 years. De, vagy ne értékeld túl, hogy mennyit tudsz egy év alatt, és ne értékeld alul, hogy ne kicsinyeld le azt, hogy mennyit tudsz 5 év alatt elvégezni. And I think with our churches, you know, it's a long game, isn't it? It's a long journey. Úgy gondolom, hogy a gyülekezeteink hosszú távon, egy hosszú távú utazáson vannak ilyen tekintetben. You know, the aim isn't to make every single Sunday kind of better and better and better. Nem az a cél, hogy vasárnapról vasárnapra mindig fokozatosan egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb legyen. Slowly take people on a journey over a long period of time. Hanem az, hogy lassacskán lépésről lépésre az embereket egy hosszú útra vezessük el. But I think the secret that I'm learning over the years. De úgy gondolom, hogy a titok, amit én az évek során megtanulok, vagy megtanultam és még tanulóban vagyok, is that you know you've got to love your people. Az, hogy szeretned kell a népedet, az a rád bízottakat. So you know, if you're going to be in a church, then be in it. Hogyha a gyülekezet része vagy, akkor legyél a része, legyél ott velünk. Don't just be the guy in the front leading worship. Ne az legyél, akit csak ott látnak elő, aki a dicsőítést vezeti. But, you know, be part of your church family. Hanem vegyél részt a te gyülekezeti családodnak az életében. You know, open your doors and have people for dinner. Nyisd meg a házad ajtaját, hívd meg embereket vacsorára. And I think that the authority
to lead people. Does that make sense? Is in direct relationship to how much you're prepared to love them. És úgy gondolom, hogy az ahhoz szükséges tekintély, hogy az embereket vezess, az egyenes arányosságban áll azzal, amennyire te felkészültél arra, hogy szeresd őket. If they know that you love them, és hogyha tisztában voltak ezzel, hogy szereted őket, then they'll trust you, and then you'll be able to lead them. Akkor bízni fognak benned, és akkor vezetni tudod őket. And sometimes, you know, it takes years to be on that journey, but as I say, you know, this is about family, not just a show. De néha ez sok évbe kerül, hogy ez megvalósuljon, de azt mondjuk, hogy nem egy előadásról van szó, egy estés előadásról, hanem egy hosszú távú útról. So yeah, just to add to that, I mean, it's the pastoral and the prophetic working together. You know, sometimes we have a vision for something. Hogy tegyek én is még valamit hozzá, a pásztori munka és a profétai szolgálat együtt kéz a kézben jár. Néha kapunk valamire látást. And we can't understand why people can't get hold of what we're trying to see. És nem értjük, hogy az ugyan már az emberek miért nem értik, miért nem látják ugyanazt, amit mi látunk. But it's gently teaching people about worship. De meg kell őket tanítanunk az imádatra. Creating space. Helyet kell létrehoznunk ehhez. Culture of trust where people can make mistakes. A bizalom közegét kell létrehoznunk, ahol az emberek hibázhatnak. És türelemmel kell lennünk ahhoz, hogy az emberek felnőjenek. And for a church leader spotting those people who have a gift and an anointing in that area. És nagyon fontos, hogy a gyülekezet vezetői ki tudják választani azokat, akiknek ehhez were it not for the church leaders that I had at the beginning who gave me the room to make those mistakes, I wouldn't have developed. Hogyha nem kaptam volna lehetőséget a gyülekezetvezetőktől a korai életem korai szakaszában arra, hogy igenis hibázzak és úgy tanuljak, akkor soha nem fejlődtem volna ki. So what I would say to your church leaders who are here, tehát azoknak a gyülekezet vezetőknek, akik itt vannak, hadd mondjam azt. Is look out for those people who have that sensitivity in worship and give them the opportunity to exercise their gift. Keressétek meg azokat az embereket, akiknek van egyfajta érzékenységük az imádatra, és adjatok nekik teret, hogy hadd bontakozzon ez ki belőlük. Be amazing to see what can come. És le fog esni az állatok, hogy mennyi minden meg fog történni. Köszönjük szépen, nagyon jó volt. Egy kicsit ilyen gyakorlatiasabb kérdés a dicsőítéssel kapcsolatban. Mennyire kell megtervezni előre a dicsőítés, és mennyire lehet spontán, illetve hogy mi az egyensúly ebben a dologban? A question on the practical side. How much can worship be designed? How much you need to plan ahead? Or how much it should be spontaneous? I think that practice is a really good thing. Úgy gondolom, hogy a gyakorlás az nagyon hasznos. God loves excellence. Istennek kedves a kiválóság. And he loves freedom. És ugyanúgy szereti a szabadságot is. Sometimes we think accidentally think excellence means perfection. Néha hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kiválóság a tökéletességet jelenti. But it's not about perfection or performance. De nem tökéletességről és nem performance-ról szól az egész. Excellence is about your heart attitude, giving everything that you have. A kiválóság az egy szívbéli hozzáállás, amikor úgy állsz a dolgokhoz, hogy a maximumot, ami tőlem telik, azt adom bele. So in our church, we ask that our musicians come prepared, come practiced. Ezért a gyülekezetünkben azt kérjük a zenészektől, hogy felkészülve érkezzenek. But more importantly, that they come with a heart to serve. De ami még ennél is fontosabb, szolgáló szívvel jöjjenek. So I think it's a really good balance of coming prepared, coming with a good heart, and then coming with the expectation that God gets to do whatever he wants.
és úgy gondolom, hogy nagyon jó egyensúly az, hogyha felkészült szívvel jövünk, és ugyanakkor azzal a várakozással, hogy ettől függetlenül Isten tehet dolgokat, bármit, amihez csak kedve van. Famous golfer called Jack Nicklaus. Yeah, you heard. Híres golfozó Jack Nicklaus. And he once had this famous quote. Egyszer egy elhíresült mondása. Because he was really, really successful. Mert nagyon, nagyon, nagyon sikeres golfozó volt. And he said, it's amazing. The more I practice, the luckier I become on the green. Azt mondta, hogy minél több, hogy fantasztikus dolog, minél többet gyakorlok, well, annál szerencsésebb vagyok a pályán. Well, obviously the analogy isn't about luck. Persze a párhuzam nem a szerencsében, vagy az összekötetés nem a szerencse. The more we rehearse and the more skilled we are, the more we are able to flow with the spontaneous way. Minél inkább többet gyakorlunk, minél felkészültebbek vagyunk, annál jobban tudunk a spontán dolgokkal is együtt lépni. So yeah, prepare as much as you can, but be open to the spontaneous. Tehát igen, készülj fel amennyire csak tudsz, és légy nyitott a spontán előtt. Köszönjük szépen. Thank you very much. Okay. Még egy gyakorlatias kérdés. Dalsorrendet hogyan állítsam össze? Picsítésre. Practical question. How do you arrange the set of songs, the worship set? Becsapott, ugye? Actually, this carries on from what Dave said. Ez ahhoz is kapcsolódik, amit Dave említett. Is that I'm not just interested in like, great, let's do all the hot new songs. Nem az érdekel, hogy jó, akkor most válogassuk be az összes menő dal. Because the real thing is when God presences himself. Mert igazából a valódi lényeg az, amikor Isten megjelenik egy dalban, so vagy megjelenik egyszerűen. You use songs and music as a way of getting to that place. Mert igazából a zenét és a dalokat Isten erre használja, hogy eljutasson el a helyre, ahol ő meg tud jelenni. So, this is just something that I do personally. Én személyesen a következő követem. If I'm leading for 40 minutes. Hogyha mondjuk 40 percig összes dicsőítés blokkot vezetek. And let's say each song is 5 minutes. És mondjuk okay. Dalonként 5 percet számolunk. Roughly. Úgy durván. You would think, okay, great, we'll have 8 songs. Akkor azt feltételezni az ember, hogy jó, akkor 8 ének jut a 40 percre. 8 times 5 is 40 minutes. Azért, mert 8×5 az 40 perc. So, now though, I'll maybe just pick 5 songs. Manapság már egy ekkora időre körülbelül 5 éneket választani. And that forces me to explore what God is doing in the moment. És ez már eleve rákényszerít arra engem, hogy ott, amikor zajlik az imádat, akkor igenis oda kényszerítsem magam, hogy nézem, hogy Isten mit akar véghez vinni ott menet közben. So, you know, you have some structure. Tehát van egy bizonyos fajta szerkezet. It's always good to start with something that people know. Mindig jó olyan dallal nyitni, amit már ismernek az emberek. But you're using songs to find out what God is doing in that moment. De igazából az életeket erre használjuk, hogy meg tudjuk, letapogassuk, hogy Isten vajon mit akar elvégezni, vagy mit végezott közöttünk. And sometimes you do all 5 songs. Aztán van, hogy olyan is van, hogy mind az 5 énekre sor kerül. Sometimes you get stuck on one song. Olyan is előfordul, hogy egyetlen egy éneknél leragadunk. And then sometimes you do all 5 and think, oh no, I've got to fill 15 minutes. És aztán az is van, hogy fáj a fejed, hogy véget ért az 5 dal, és még 15 perc hátra lenne. Köszönjük, Martin. Thank you, Martin. Valaki már? Okay. Very practical for you. When you're introducing a new song, nagyon gyakorlati dolgot. We all love new songs, don't we? Amikor egy új éneket tanítunk, ugye mindnyájan szeretjük az új énekeket. Something very practical. Just think in your mind, what is a song to follow it that people really know, that is they're really familiar with. Egy nagyon gyakorlatias tanácsot hadd mondjak, már előre gondold azt át, hogy melyik az az ének, amit nagyon jól ismer a gyülekezet. Because you're taking them out of their comfort zone, and sometimes to bring them back.
És az új ének tanítása után egy ilyen éneket tegye be, amit nagyon jól is nagy gyülekezet, mert ha a komfortzónáikból kimozdítjuk őket, jó utána, hogyha visszavisszük oda. Singing something then familiar can take them further forward. Mert ilyenkor, hogyha valami ismerős hangzik fel, akkor az még tovább viheti őket előre. Or it could retrieve the situation if it all falls flat. Vagy hogyha a próbálkozás, az új dal tanításával a próbálkozás megsemmisül és kudarcba fullad, akkor meg egy kimenekedési út az már ismertére. Köszönjük a nagyon jó tanácsokat. Thank you for the expert advice. Hogyan zajlik egy próba nálatok? Ti hogyan vezettek le egy próbát? How do you do a rehearsal? How do you manage the rehearsal? At church, we will pick a set list on Wednesday. Nálunk a gyülekezetben szerdán válogatjuk ki az énekeket. And because we're a mobile church, we don't have time to rehearse, actually. És igazából jelenleg nincs is nagyon időnk gyakorolni. So we'll require our musicians to learn the songs, listen to it on their own, learn the chords, learn the parts. Azt kérjük a zenészektől, hogy egyedül tanulják meg az énekeket. And in theory, they'll show up and we'll be able to play the songs. És elméletileg, amikor eljönnek, is this is just before the meeting? Correct. És elméletileg, amikor az alkalom előtt összegyűlik a csapat, akkor elméletileg össze tudjuk tenni a dalt. That's where we're at currently because we set up on Sundays at a high school. Jelenleg ebben a friss gyülekezetünkben ez a módi, mert egy iskola, egy középiskolából béreljük a helyet. But when I was at Bethel, we would do rehearsals and we finally stopped doing them because we were always just rehearsing the same song we play all the time. És aztán viszont az előző gyülekezetben, a Bétel gyülekezetben, amikor voltam, ott a próbák úgy mentek, hogy végül is perekeztettük a próbákat, mert mindig csak ugyanazok a dalok jöttek elő, az égebbi dalok. So I think practically to challenge yourself, if you know the songs you're going to be doing Sunday, you play them as a band, practice transitions, practice new songs, use that time more efficiently. Tehát úgy gondolom, hogy én azt tanácsolnám, hogy az idő jobb kihasználása véget, amikor gyakoroltok, akkor az átmeneteket gyakoroljátok, akkor az új éneteket gyakoroljátok, és akkor így több idő jut. And as Jesus Culture Band, we've played together a lot. We never practice, and we probably should. Jesus Culture-ként sem nagyon szoktunk gyakorolni, de valószínűleg szükség lenne rá. Köszönjük. Thank you. Dicsőítés előtt hogyan készüljünk fel szellemileg, lelkileg? Hogyan készítik fel a csapatotokat szellemileg, lelkileg? How to prepare right before worship in your soul, in your spirit. How to prepare the team, the group for worship and for the service. That we like to prepare as a team. Sokféle módja van annak, hogy mint csapat felkészülünk. Our teams are really a family. A csapatunk egy nagy család tulajdonképpen. And so we like to gather together and pray. Szeretünk összejárni és imádkozni együtt. But really there's not just one time that you prepare to worship. És igazából nem egy alkalmas felkészülés. But at least for me, my prayer. Hanem mondjuk én személy szerint az én imádságom az. Is that I would constantly be prepared and worshiping. Folyamatosan készen álljak az imádatra és a dicséretre. Preparing right now. Most is készülök. And preparing at 7 p.m. tonight. És este 7-kor is készülök és készen állok. That's it. Wow. Ennyi. Köszönjük szépen. Thank you. Okay. Milyen elvárásaitok vannak a zenészekkel kapcsolatban? Mi a fontosabb, a tehetség vagy a szolgáló szív? Vagy mi kettő? What are your expectations towards the musicians or the participant, the team?
Is it talent, or is it a servant's heart, or both, or none? Neither of them. Well, I think in a local church, you've got to constantly bring new people through, kids, especially teenage kids, and you know, into your worship team. Úgy gondolom, hogy a helyi gyülekezet kontextusában folyamatosan kell új csapattagokat bevonni, főleg 10 éveseket. So I think your expectation is different for different people. Ezért úgy gondolom, hogy az elvárás más és más annak függvényében, hogy kifelé, kicsoda felé szól az. So, you know, if I go and do a big worship concert in an arena, hogyha például egy ilyen sportaréna szerű helyen egy nagy koncertet csinálunk, and I've got a band that is with me and I'm expecting them to be well rehearsed, well practiced and brilliant. És egy csapat találunk ki, akkor elvárom tőlük azt, hogy jól menjenek a dalok, hogy felkészülve jöjjenek, összeszokva legyünk mint csapat. But if, you know, if I've got my son playing drums for the very, very first time in church. De hogyha éppen első alkalommal dobol a fiam a gyülekezetben, then my expectation is just to that he makes it through. Akkor igazából annyi az elvárásom, hogy élje túl. That he makes it through alive. Hogy élje túl a végig. Because, you know, it's a whole different, he's learning how to do it and how to be. Mert ő most kezd és most tanulja, hogy hogyan. So as a leader, you've got to be wise as to you know, you want to press down hard on some people that should know best. Igazából bölcsességre van szükséged, mint vezető, hogy megállapítsd, hogy kinél van arra szükség, hogy erőteljes kézzel nagy elvárásokat támaszd felé. And really encourage those that are learning. És akik pedig most tanulják a dolgokat, azokat felé pedig nagy bátorítással legyen. Also, in our church, everybody is a volunteer. A gyülekezetünkben mindenki önkéntes alapon. So, you know, you have to bear in mind that this is not a Coldplay show. Tehát egyszerűen ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hogy nem a Coldplay lép fel éppen a gyülekezetben. You know, it's local church. Egy helyi gyülekezet. People giving their time. Az emberek a szabad idejüket áldozzák erre. And so, you know, you have to keep the atmosphere fun. És ezért a légkört a csapatban meg kell tartani olyan légkörnek, ami vidám és felemelő. You know, it's something that they feel they can really contribute to. Olyan légkörben kell, hogy maradjatok, amiben úgy érzik a tagok, hogy ők valamivel hozzá tudnak járulni a közösség. And you just try to encourage people to play to the maximum of their ability. És arra bátorítod az embereket, hogy a tőlük telhető legjobbat adják. And but more than that, to be passionate. De ennél még fontosabb az, hogy szenvedéllyel tegyék ezt. Could I take up that theme really and slightly deviate as well from it? Egy picit innen hadd vegyem fel a fonalat, és egy picit el is térek tőle. Because Martin rightly says, you know, the church needs to be introducing new people. És helyesen mondta azt Martin, hogy kell, hogy új és új embereket vonjunk be a gyülekezetből. But, you know, a typical church situation is new people come in, and those who are reasonably skilled suddenly are left on the shelf. És általában az szokott történni egy gyülekezetben, hogy megjelennek az új emberek a gyülekezetben, és those who are not so good are left to one side. És általában az történik, hogy akik kirostálódnak és nem olyan jók, azok általában perifériára kerülnek. Standards rise. Mert igen, egy magas emelik a lécet, egy magasabb. There's a lot of church musicians who at one time or another were really, you know, operating in their gift. És azok, akik gyülekezeti zenészek, akik régebben az ő ajándékuk szerint szolgáltak és működtek. And suddenly, because somebody better might have come along, they feel
disempowered. És igazából úgy érzik, hogy ők már nem elég jók, azért mert jöttek mondjuk olyanok, akik jobbak képzettek. That's inevitable as a church grows. Gyülekezet növekedéseivel az ilyen helyzetek elkerülhetnek. What I want to say is to add to what Martin was saying, and use that phrase I used when I spoke at the beginning. A wide door of service is open to you. De hadd mondjam én is azt, amit már hallottunk, és én is említettem, hogy tágra tárjuk a kapukat a gyülekezeti alkalmat. So you might find you've not got the same opportunities in your local church, but there are churches that your church can serve with music and worship. Lehet, hogy esetleg nem éppen a helyi gyülekezetben adódik lehetőség neked, de a gyülekezetetek megállhat vagy áldásként szolgálhat más gyülekezetek felé. And with the blessing of your church, you can go and help other churches. És a gyülekezet áldásával mehettek és szolgálhatok más gyülekezetekben. Who might need a guitarist to help things along? Persze lehet, hogy ehhez szükség lesz egy gitárosra, hogy segítsen. Or to open the box even more. It might be that God is calling you out to the world to play as well. Aztán, hogy még a dobozt még tágabbra vegyük, lehet, hogy Isten a világba hív zenélni. That same spirit of worship can operate in many, many different places. Mert ugyanez a fajta dicsőítő szellemiség, ugyanez sokféle különböző fajtájú helyen is tud működni. I have a worship leader friend who regularly visits psychiatric hospitals. Például az egyik dicsőítésvezető barátom rendszeresen járt el a pszichiátriai osztályokra. And plays over the patients. És jár betegről betegre és zenél neki. Bringing that sense of worship and that good news to people. És a dicsőítést hozza el azt a légkört és az örömhírt számukra. So as church moves on and younger ones come through, don't those for the older generation, don't feel your time has come, it's over. És ezért, amikor a fiatalabbak beállnak a dicsőítésbe, és lehet, hogy nagyon sikeresek, vagy nagyon tehetségesek, ti idősebbek, ne bátortalanodjatok el, és ne gondoljátok azt, hogy ezzel a ti időtök lejárt. There's new and different areas of ministry. Azért, mert a szolgálat különböző területein újabb és újabb területek nyílhatnak, vagy újabb lehetőségek. Köszönjük szépen a bölcsességet. Thank you very much for the wisdom and the advice. Dalírással kapcsolatban van egy kérdés, hogy amikor egy dicsőítésvezető, egy dalíró ír egy dalt, ennek a témája honnan származik, a személyes életünkből, vagy a gyülekezeti tanításból, vagy a gyülekezet életéből akár, hogy jöjjön. Question about songwriting. Where do you bring the topic from your personal life, or from a teaching, from the church, or where do you get the topic? Usually it starts in your heart, it's your story. Általában a szívben kezdődik, egy egyedi történettel. I think that actually goes along, this question goes along with some of the stuff that all these guys have been talking about. Úgy gondolom, hogy mindez kapcsolódik ahhoz, amiről itt már sokat hallottunk. That the songs that come out of you are important because they come from you. Hogy igazán fontosak azok a dalok, amelyek belőle jönnek elő, azért mert belőle, a te helyzetedből származnak. It can be you personally, your story, your journey, and your life. Lehet, hogy a te saját történeted, a saját életutad ihlette. Or the story of your church, or your city, or your nation. Vagy a gyülekezeted, a városod, vagy az országodnak a története, vagy egy helyzete. We really believe that as we sing and we write words for our city and nation and even ourselves. Igazán mi ebben hiszünk, hogy amit dalokat írunk, az nekünk személyesen is szól, és saját városunknak, saját nemzetünknek. That we're prophesying the heart of God. És ezekben Isten prófétai üzenete jelenik meg. Practically it looks like for us sometimes just the season of life that we're in. Gyakorlatilag ez számunkra azt szokta jelenteni, hogy egyfajta élethelyzet, amiben éppen benne vagyunk. One of our pastors, Bill Johnson, és az egyik pásztorunk spoke to us years ago about writing songs about what we wanted to see God do in 5, 10, and 15 years from now. Évekkel ezelőtt azt mondta nekünk, hogy olyan dalokat írjunk, amiben azt fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk látni, hogy Isten mit tesz 5, 10, 15 év múlva ott. Some of the first worship songs we wrote weren't necessarily about the season that we were in right then, but about where we wanted to be.
és ezért néhány dicsőítő dal, néhány első dicsőítő dal, amit írtunk, az nem feltétlenül az akkori helyzettel, hanem azzal a helyzettel volt kapcsolatban, hogy hová szeretnénk eljutni. Köszönjük szépen! Thank you. És van még egy utolsó kérdés. The last question. Mi volt a legnagyobb bizonyságotok dicsőítés vezetés közben? Történtek esetleg gyógyulások, miközben dicsőítettetek, vagy tudtam mondani egy bizonyságot erről? Can you share one of your greatest stories, the greatest testimonies, the things that happened while you led worship? Any healings or anything like that, any special story? Maybe each of you could share one like that. I don't know the greatest story, but certainly an amazing story is we recorded an album in Chicago at an arena. Nem tudom, hogy a legnagyobb bizonyságát, de mindenképpen egy nagyon nagy bizonyság. Éppen élő felvétel csináltunk Chicagóban egy arénában. And Kim sang a song called Show Me Your Glory. És Kim énekelte azt az éneket, hogy Show Me Your Glory. And it was funny because we as a band didn't actually like that song, to be honest. You didn't? És hát érdekes a történet, mert mi csapatként igazából nem nagyon szerettük ezt a dalt. But that being said, years later, a couple years later, we met this guy who happened to be running monitors for us. We had just met him. His name was James. De aztán néhány évvel később talán összefutottunk azzal a sráccal, aki a monitor hangfalakat, vagy a monitor rendszert üzemeltette azon a felvételen. And he said, you wouldn't know this, or you wouldn't know me, but I was at Chicago. És azt mondta, hogy te nem tudsz erről, de ott voltam Chicagóban. And he said, when Kim was leading and you guys were playing the song Show Me Your Glory, I had my arms up, my hands up in the air. És ott, amikor ezt a Show Me Your Glory dalt énekeltétek, Kim vezette a dalt, és felemelt kézzel énekeltem. And he said, my friend was tapping me on my side. Akkor a barátom meg veregette a vállamat. And he said, James, look. And James was like, what? I'm worshiping. Azt mondja nekem, James, nézd oda. Hova? Hát hagyjál, imádom az Urat. And in the moment, what James had forgotten was that he had his arms up, which was significant because he had what's called torn rotator cuff. And he had that surgery and he wasn't able to lift his arms past a certain point. És igazából, amiről megfeledkezett James, az volt, hogy igen, felemelte a kezét Isten felé, de igazából az olyan baja volt a vállával, ami miatt ennél magasabbra nem emelhette volna a kezét. És ő pedig felemelt kézzel állt és dicsérte az Urat. So in worship, without him even realizing it, he was completely healed. Tehát igazából dicséret, imádat közben, anélkül, hogy észrevette volna elsőre, meggyógyult teljesen a vállal. Which was just amazing because no one was praying for him, it was just the presence of God. Senki nem imádkozott külön érte, egyszerűen Istennek a jelenléte. The kindness of God just to show up. It wasn't a song, it was just, God just wanted to touch James. Istennek a kedvessége volt az, amely elérte így őt és megérintette. So it was encouraging to us to realize that and remind us that things are happening even though we, again, going back, things are happening when we worship, even though we may not know. Ez azért volt nagyon nagy bizonyság számunkra, mert arra jöhettünk rá, hogy anélkül, hogy tudnánk róla, a közben is történnek dolgok a dicsőítés közben. Well, that's amazing. I remember csodálatos. Having a word for someone that was someone here in a wheelchair, and I believe God's gonna set you free tonight, you know, gonna heal you. Anyway, before we knew it, this girl was running around the whole place, just running around, dancing and shouting. Egyik este volt egy ilyen történet, hogy ott volt egy tolókocsis személy, és volt egy üzenet, hogy hisszük azt, hogy Isten ma a tolókocsiból fel akar állítani valakit, meg akarja gyógyítani, és még mielőtt észekbe kaptunk volna, egy fiatal lány rohangált körbe. And it turns out this girl was in a wheelchair. És kiderült, hogy ez a lány tolókocsiban jött, tolókocsis volt. For many years she'd been in a wheelchair.
wheelchair. Már évek óta. Anyway, so she gets completely healed. Tehát teljesen Isten meggyógyította őt ott. And her father comes to pick her up at the end of the night. És este, amikor lezajlott az alkalom, akkor az apukája jött, hogy hazavigye a lányt. And finds this wheelchair with nobody in it. És ott látja a turókocsit üresen, nincs benne senki. And he's like, where's my little girl? Hol van a kislányom, kérdezte. And I think that's got to be the greatest story. És úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb történet, amire csak gondolni tudok, amikor az apa üresen találja a turókocsit. About 5 years ago, we were actually in Chicago also. Mi is Chicagóban voltunk éppen. And me and Brian had just put out our first album. Az első albumunkat azelőtt adtuk ki éppen Brian-nál. And at the same time, my uncle developed throat cancer. És ebben az időben a nagybátyámnak torokrákja lett. We had seen God do a lot of miracles in worship while we're leading, while other people were leading, or we were just part of an event. Már azelőtt is sok csodát láttunk dicsőítés és imádat közben, akár mi vezettük a dicsőítést, akár mások. But never anything super close to our heart. De soha nem történt azelőtt olyan, ami valaki olyannal történt volna, aki nagyon közel áll a szívünkhöz. My uncle did radiation, chemotherapy and surgery. A nagybátyám kemoterápiát kapott, sugárzást kapott, mármint hogy sugárkezelést. But none of those things were effective enough. És egyik megoldás, vagy egyik kezelés sem volt elég hatékony. And his cancer progressed. És csak nőtt és nőtt a rák. My mom's side of the family, or my uncle, that's the part of the family he's from. Az anyukám családjából van ez a nagybátyám. They're very conservative Christians, they're Mennonite. Nagyon-nagyon konzervatív keresztények, mennoniták. And he wasn't comfortable with us praying for healing for him. És igazából kényelmetlenül érezte magát, és nem engedte, hogy mi gyógyulásért imádkozzunk érte. But when we were in Chicago, our worship was streaming online. De amikor Chicagóban jártunk, és ezt a dicsőítést vezettük, akkor online is lehetett követni. And he's very proud of us, and so he watched. Nagyon büszke nagybácsi, és ezért nézte ezt a dicsőítést az interneten. He watched from his house because he had been sent home from the doctors because they couldn't do anything else for him. Otthonról nézte a közvetítést azért, mert az orvosok már hazaküldték, és azt mondták, hogy uram, nem tudunk önnel semmit csinálni már. He said as he watched the worship that day that the Holy Spirit filled his house for the first time. És azt mondta, hogy ahogy nézte ezt a közvetítést, a Szent Szellem jelenléte betöltötte az ő házát először életében. And he felt something in his body change. És érezte fizikálisan a testében, hogy valami megváltozik. After the conference was over, we went to another event. Aztán a konferencia után egy másik rendezvényre mentünk. And my mom called me to tell me about my uncle. És egyszer csak csörög a telefon, és az anyukám hív a nagybátyámmal kapcsolatban. She said she had some news about him, and as we were driving in the car to our next event, I just started to cry because I thought he had passed away. És ahogy ezt mondja, elkezdtem sírni, mert az úton láttunk egy balesetet, és azt hittem, hogy esetleg meghal a nagybátyám. But she said that he had gone to the doctor and that his cancer was healed. De azt mondta az anyukám, hogy elment az orvoshoz a nagybátyám, és az orvosok azt mondták, hogy meggyógyult teljesen a gyógyulása. He ate something for the first time in months, and he was completely healed, and it's been almost 5 or 6 years. 5-6 éve történt ez. Valami először megtapasztalt, és rögtön meg is gyógyult, és azóta is egészséges. It increased my faith. És ez nagy, nagy hitnövelő dózis volt nekem is. And encouraged me. És bátorítás. Same story. Hát, ugyanez a történet az enyém is. We're running out of time, so pass it on. Hát akkor így továbbadom. All right, so
to mind, but can I give you two very quick ones? All right. Több minden is eszembe jut, két rövidet mondhatok. The first one is very close to home. Our son. We have two sons. Az egyik nagyon családunkhoz közeli dolog, két fiunk van, és az egyik. When he was five, well up to the age of five, he couldn't speak at all. Up to six, actually, he couldn't speak at all. 6 éves koráig nem tudott beszélni egyáltalán. No words were coming from him. Egyetlen szó sem jött tőle. He had a test just before we went away to a conference, big conference in England called Spring Harvest. És éppen azelőtt, amikor az aktuális Spring Harvest nagy angliai konferenciára elutaztunk, azelőtt egy vizsgálatot végeztek nála. At the end of the test they said, I'm sorry, but he won't really speak, he won't be able to speak. A vizsgálat után azt mondták nekünk a szakemberek, hogy hát bocsánat, de sajnos ő nem fog beszélni. He'll have to go to a special school and for the rest of his life that is him. Speciális iskolába kell, hogy hordjátok őt, és élete végéig ő így marad. All sorts of speakers were speaking at this conference. A konferencián, ahová elutaztunk, mindenféle előadó tanított. One with a powerful healing ministry. És az egyiknek erőteljes gyógyító szolgálata volt. And we were attracted that night to think about bringing him forward. És ott szembesültünk azzal, hogy előre vihetjük őt, hogy imádságot kérjünk érte. But I don't know, it didn't quite feel right. De igazából valahogy nem éreztük jól, hogy ezt megtegyük. And then one night in an atmosphere of worship. De az egyik este épp egy ilyen imádó légkörben. Just a very gentle lingering of the Holy Spirit was upon the meeting. Szent Szellem nagyon lágy jelenléte, nagyon finom jelenléte volt tapasztalható az alkalmon. And a few of us gathered in that worship and prayed over him. És egy néhányan ott dicsőítés közben körbeálltuk a fiunkat és imádkoztunk. I took him back to our chalet where we were staying. And I said, what did you feel, Daniel? És aztán, amikor a szállásra visszatértünk aznap este, azt kérdeztem tőle, Daniel, mit éreztél? And he just made the shape of waves. És akkor ilyen hullámokat mutatott nekünk. And in his head. Meg ezt, hogy valami a fejében. We then had the same test taken. When we got back. Aztán hazamentünk, és ugyanazt a vizsgálatot elvégeztettük rajta. They said, I don't know what's happened, but he now is okay. He's everything's fine. És azt mondják a szakemberek, hogy uram, nem tudom, mi történt, de most minden rendben van vele. Now is Mr. Chatterbox. És most már ő a plegykás úr. In an atmosphere of worship, things happen. Az imádó légkörben megtörténik a dolgok. Van még időnk a másikra? Persze. This is to encourage you. Ez, hogy bátorítsalak titeket. I was invited to lead a worship at a very significant gathering of national leaders in England. Angliában meghívtak, hogy vezessek dicsőítést egy nagyon jelentős vezetői alkalmon, angliai jelentős vezetői alkalmon. It was a great privilege to be asked, so I was kind of nervous. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez számomra, és hát izgultam. There were such spiritual men in the room. Olyan kaliberű szellemi emberek voltak. We talked about preparing. All week I was preparing. I was saying, God, give me the right songs. Beszéltünk itt a felkészülésről, egész héten készültem erre az alkalomra. One popped into my mind that I wasn't that familiar with and I didn't particularly like, but I just thought, this is the right song. Istenem, kérlek, add meg a megfelelő dalokat, melyek legyenek azok, és akkor eszembe jutott egy, amit nem nagyon ismertem, és nem is nagyon tetszett, de úgy éreztem, hogy ez a megfelelő dal. An okay sort of song, Holy Fire from Heaven, you probably know it, Vinyardi. Rendben van a dal, Szent Fű szálljon le a mennyből, jó. I really felt I should learn it and sing it. De igazából ez volt benne, hogy tanuljam meg, és énekeljük ezt. Leading worship, and there comes the moment. Now I'm going to do the song. Jön. Ott vagyunk a dicséret, imádat közepén, eljön az idő, most jön a következő dal. I thought the room would explode and the Holy Spirit would come down. És azt gondoltam, hogy majd felroppan az egész hely, a Szent Szellem leszáll. It went completely flat. És teljesen semmi nem történt. So I followed it up quickly with a song that was familiar to everyone. Ezért, ahogy mondtam is, gyorsan egy ismerős ének következett, amit mindenki jól tudott. We all know the feeling here. Hastily at the end, packed my guitar away and sneaked off for coffee. És ismerjük szerintem mindnyáján ezt az érzést. Gyorsan összecsomagoltam a gitáromat a végén, és kihúztam a csíkot. What went wrong? Oh, I
what David, I must have got my guidance wrong. David, de valami rossz információim voltak. I opened the door hoping to escape and somebody caught me in the corridor. Azt gondoltam, hogy át, rossz, az az ének rossz választás volt, rosszul értelmeztem, hogy ezt kell. Dave, that something really powerful happened to me. I wasn't able to move my arms for 3 years. De aztán az ajtónál, hogy éppen kisurrantam volna, akkor valaki leállított és azt mondja, Dave, valami nagyon erőteljes dolog történt velem annál az éneknél. 3 éve nem tudom mozgatni a karomat. And in the worship, suddenly I felt this release. It was amazing. De dicsőítés közben egyszerűen, mintha felszabadult volna a karom. Csodálatos volt. So I said, when was that? Azt kérdezem tőle, hogy mikor történt ez? She said, the moment you started that song, Holy Fire from Heaven. És azt mondja, akkor, amikor a szent tűz a mennyből szálljon le, az az annál az éneknél. Now I say that to encourage you, because sometimes we don't see the results of what's happening. Ezt azért mondom el ezt a történetet nektek, hogy bátorítsalak, néha nem látjuk az eredményt. Powerful things are happening in the room. Erőteljes dolgok történnek a teremben, and you won't always see them. De nem mindig látható. But trust that God is with you and equipping you. De bízz abban, hogy Isten veled van, és ő készít fel téged. To release the spiritual dynamics of worship. Arra, hogy a szellemi oldalát szabadon tud engedni a dicsőítés közben. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus zárszó volt ennek a szemináriumnak. Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, hogy itt voltak és megtiszteltek bennünket. Thank you very much. I think this was an amazing last word for closing word for the seminar. Thank you for thank you for being here today. Most pedig szeretném azt bejelenteni, hogy akkor most egy órán keresztül még nem gyertek vissza, mert Dave Billboard következik egy órán keresztül, ő fog dicsőíteni. Now, I'd like to announce that for the next hour it will be Dave Billboard leading worship here. Here in the hall. Köszönjük, hogy itt voltatok, és folytatódik akkor nem sokára a program. Thank you for coming and soon we'll continue. God bless you.